Amögöttünk hagyott hétvégén egy ceglédi győzelemmel megkezdte szereplését a bajnokságban az Aluimen DVTK női kosárlabda csapat. A következő feladat a Szekszárd elleni első hazai találkozó előtt sajtótájékoztatót tartottunk, melyen Szabó Tamás ügyvezető, Michael López vezetőedző, Cang Tíme a csapatkapitány és a legfrissebb szerzemény Kaszelina Sznicina osztotta meg gondolatait. Ez a szezon ez nagyon reméljük, és reményeim szerint egy kiemelkedő szezon lesz a DVTK-nek a történetébe. Nagyon régen nyertünk utoljára érmet, még régebben nyertünk aranyérmet, ugye azt is csak a Magyar Kupában. Tehát én azt remélem, hogy ebben a szezonban olyan eredményeket tudunk majd elérni, amire mindannyian büszkék lehetünk, és ez a szezon a DVTK, a Diózsőri női kosárlabda történetének az egyik legeredményesebb szezonja lesz. Ugye indulunk a Magyar Bajnokságban, ahol egyértelmű célunk az, hogy a döntőbe jussunk, és hát nyilván a döntőben majd aztán meglátjuk, de próbáljunk minél jobb eredményt elérni. A Magyar Kupában is egyértelműen ezt célozzuk meg, a döntőbe jutást. Nyilván ott a szerencse faktor is be fog játszani, hogy kivel kerülünk össze itt az előzetes első fordulók során. Illetve ami nagyon nagy célunk, és ami a Diózsőri sportnak is egy fontos szintere, ez az Európa Kupa, a kosárlabda Európa Kupa, ahol a Diózsőri kosárlabdázók még sohasem jutottak be a legjobb 8 közé, és idén úgy gondoljuk, hogy nyilván nem jönnek közben komoly sérülések, és egy pici szerencsénk is lesz, akkor sikerülhet az, hogy ezt az eredményt felülmúljuk, és a legjobb 8 közé legalább bejusson a csapat. Úgy gondolom, hogy a keretet úgy állítottuk össze, hogy megfeleljen ezeknek a kívánalmaknak, ezeknek a céloknak az elérésének. Rutinos, komoly játékos múlttal rendelkező játékosokat igazoltunk. Ugye egy probléma van a játékos keret kialakításán, hogy az irányítónknak sajnos a FIBA döntése értelmében végül is vissza kell térni az angolai klubjához, de bízunk benne, hogy néhány napon belül le tudja, hogy mond, rendezni ezt a dolgot ott, és vissza tud hozzánk térni. Ha pedig nem, akkor nyilván egy új irányítóra van szükségünk, akinek a keresése már párhuzamosan megkezdődött, és reméljük, hogy akkor ő is a jövő hét folyamán csatlakozik hozzánk, hogy az Európa Kupában már teljes kerettel tudjunk felállni. Well, the preparation was, I think, really good because we had like more than 1.5 months. Michael López vezetőedző elmondta, szerinte nagyon eredményes volt a felkészülés, másfél hónapjuk volt rá, ez egy elég hosszú időszak egy csapat életében. A munkát, amit eltervezett, sikerült elvégezni maradéktalanul. Voltak játékosok, akik később érkeztek a kerethez, most az a legfontosabb, hogy azt a játékrendszert, amit a csapat a felkészülés során megtanult, azt ők is megismerjék és eredményesen is alkalmazni tudják. Ekkor fogja elérni a DVTK a maximális potenciát. Nagyon hosszú a szezon, messze van még a döntő, de a cél az, hogy bekerüljünk, és ha ott vagyunk, akkor már meg is szeretnénk nyerni. Úgy kell dolgozni, hogy akkor legyünk a legjobb formában, amikor arra a legnagyobb szükség van. Cang Tíme, a csapatkapitányt arról kérdeztük, milyen várakozásokkal tekint a pénteki nap elé, és mit vár a szezontól. Hát már nagyon vártuk az első hazai meccset, sokat dolgoztunk. Itthon azért mindig jobb játszani, ugye ott vannak mellettünk a szurkolók, és hogyha van egy kicsi gödör, akkor ők mindig kihoznak belőle minket. Úgyhogy ezért dolgozunk nap, mint nap, hogy minél jobb eredményt tudjunk elérni, és azt gondolom, hogy az egész csapat nevében beszélhetek, hogy tényleg nagyon vártuk ezt az első hazai mérkőzést. A szezontól hasonló a célom, mint amit a vezetőség gondol. A csapatunk már most mondhatom, hogy egységes, ugye tényleg voltak, akik később jöttek, de mindenki beilleszkedett, és nap mint nap keményen küzdünk, és hajtunk azért, hogy az Európa Kupába ugye a 8-ba szeretnénk kerülni, és a bajnokságban meg minél jobb eredményt szeretnénk elérni, jobbat, mint tavaly. First of all, I'm glad I'm here and... Kaszelina Sznicina elmondta, örül, hogy itt lehet, és mint minden sportolónak, neki is az a célja, hogy minél több mérkőzést megnyerjen, és hogy olyan eredményeket érjen el a csapattal, amit mindenki szeretne. Pénteken 18 órától a KSC Szekszárd gárdáját fogadják a lányok, a belépés a DVTK őszi akciójának köszönhetően a 18 éven aluliak számára ingyenes.